Na szevasztok srácok, itt vagyunk a 10.000 feliratkozós kérdez-felelek videóban. Igaz, hogy késtem vele egy ezres, de ez most így jött ki. Viszont nagyon-nagyon szépen meg szeretném köszönni nektek, hogy már ennyien nézitek a csatornát és követtek nap mint nap. Nagyon jól esik, és tényleg ez látszik is minden számban, hogy nem csak fel vagytok iratkozva, hanem nézitek is rendesen a videókat. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjünk is bele a kérdezfelelekbe, és nézzük az első kérdést. Első kérdésünket Erdélyi Norbi tette fel, aki azt kérdezi, hogy ki lett szerintem a legjobb kapus, illetve játékos a FIFA 16 Ultimate Teamben. Kapusra én egyértelműen egy Handanovicot mondanék, ugyanis tényleg brutális az ember. Játékosokból pedig nagyon-nagyon sok jó van. Nem tudom, kedvencem talán az Inform Leforward Martial volt eddig, aki nagyon-nagyon bejött. De tényleg nagyon sok jó játékos van a játékban. Norbi még azt kérdezi, hogy FIFA 17-ben lesz-e videó a story módról. Mindenféleképpen ki fogjuk próbálni, meglátjuk, hogy bejön-e nektek, illetve hogy tetszik-e nekem is, és hogyha van értelme, akkor természetesen sorozat is lesz belőle. Hány éves vagy? 16. Vannak testvéreid? Nincsenek. Kinek szurkolsz az NB1-ben idén? Megmondom őszintén, nem nézek magyar focit, ugyanis ritka szar szerintem. Attól függetlenül, hogy most kim voltunk az EB-n, attól függetlenül semmi változás nem volt. Ugyanolyan rohadt kevés néző van kinn a mérkőzéseken, és hát ugyanaz a színvonal is, tehát igazából sok értelme nincsen. Szerinted a Leicester City megvédi a bajnoki címét? Hát esélyt nem látok rá, sőt, szerintem olyan erős középcsapat lesznek inkább, mint hogy a top 6-ban küzdjenek. Meglátjuk. Gorosics Gergő kérdése fog következni, aki azt kérdezi, hogy lesz-e velem valaha találkozó Pécsen. Tervben van az, hogy elmegyek a pécsi Play IT-ra. Nem biztos, de van rá esély, majd meglátjuk, de mindenféleképpen tudni fogtok róla, hogyha ott leszek, illetve hogyha lesz valami találkozó dolog. Molnár Dani, egy troll. Szia, ezt megválaszolod? Köszi. Ja, Mesics Játszint kérdezi azt, hogy amikor elkezdtem videózni, akkor gondoltam-e volna, hogy ennyien fognak követni. Nem szó szerint ez volt a kérdés, de ez a lényege. Őszintén megmondom, amikor elkezdtem videózni, akkor 100 darab feliratkozó volt a célom. Túlléptük. Nem kevéssel. És ennek nagyon örülök természetesen. Móricz Imre kérdezi, hogy mi volt a legrémisztőbb élményem. Nem tudom, hogy rémisztő volt-e, vagy annak számít-e, de én rohadtul megijedtem. Sokszor elő szokott velem fordulni mostanában, hogy elalszom a kezemet. Tehát nem tudom, hogy hogyan, de olyan szinten el tud zsibbadni, hogy 5 percig nem bírom megmozdítani. Tehát, hogy így... És elsőre, amikor elaludtam így a kezemet, akkor rohadtul befostam, hogy amputáció, meg ilyen szarságok lesznek belőle. Aztán 5 perc múlva jó lett minden, úgyhogy akkor nagy kő esett le a szívemről. De tényleg nagyon szar érzés volt. Szekeres Enzo kérdezi, hogy honnan jött az ötlet a Pack Projecthez. Megmondom őszintén, gondolkodtam, hogy milyen sorozatot kéne csinálni a BPL Project után. És ötletelgettem, nézegettem a YouTube-ot, ilyet nagyon nem találtam. Aztán mondom, vágjunk bele, és úgy látszik, hogy szeretitek eléggé. Úgyhogy mindenféleképpen egy jó ötlet volt szerintem. Demeter Tihamér kérdezi, hogy mi lenne a reakcióm, hogyha FIFA 17-ben benne lennék játékosként, és ennek tudata nélkül kinyitnám magamat egy csomagban. Mindenféleképpen rohadtul örülnék, de hát meglepő lenne eléggé, ugyanis nem vagyok profi futballista, és nem is focizok, úgyhogy ez nem fog megtörténni. Cibola Szilárd kérdezi, hogy mi lesz szerint egy José és a United közös jövője. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kerettel bőven be kell húzni a bajnokságot idén. Aztán majd meglátjuk. Mit vársz a jelenlegi új igazolásokról? Tól. Mkhitaryan, Ibra, Bailey. Válaszodat köszönöm, és úgy olvasd ezt a kérdést, hogy az első 300 feliratkozódban benne voltam. További sok sikert. Ibra szerintem a legnagyobb igazolás volt idén nyáron. Biztos, hogy lesz még ilyen 100 milliós igazolás nyáron, de Ibra ingyen érkezett, és hát azért ingyen megszerezni egy ilyen játékos nem mindennapi dolog.
Mkhitaryan nagyon jó játékos, és mindenféleképpen erősítés lehet a jobb szélen szerintem. Bailey pedig nem gondolom, hogy kezdő lesz egyből, de meglátjuk, mindenféleképpen egy tehetséges játékos, de nem a legjobb védő, én úgy gondolom. Ross Bendegúz kérdése. 2500-nál azt kérdeztem, hogy mikor lesz meg szerinted a 10.000 feliratkozó. Azt mondtad, hogy 2017. december környékén lesz meg. Most az a kérdése, hogy szerinted mikor lesz meg a 20.000 feliratkozó. Válaszodat előre is köszönöm. 20.000 feliratkozó, most vagyunk 11.200 valahányan, pontos számot nem tudok. Hát, tököm tudja, megmondom őszintén. Talán idén talán még meg lehet, én úgy gondolom. Hogyha így folytatjuk, akkor valószínű, hogy idén meg lesz. Hunterx, vagy Hunterix Marci kérdezi, elnézést, hogyha rosszul mondtam a nevedet. Melyik FIFA-val játszottál legelőször? Legelső olyan FIFA-m, amit végigtoltam az egész szezont úgymond, az a FIFA 2006 volt. De játszottam már 98-tól azt hiszem az összessel, úgyhogy eléggé jártas vagyok a játékokban. És melyik FIFA-kkal játszottál eddig? Ezt akkor most elmondtam már. Milinki Tamás kérdezi, aki nélkül ez a videó amúgy nem jöhetett volna létre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítséget neki. Tervezed-e valami élőadást a jövőben? Mindenféleképpen tervben van a dolog. Csak kéne venni egy webkamerát. És ami jó lenne ehhez, az 30.000 magyar forintba kerül, ami nem kevés. Viszont idővel megoldható lesz a dolog, úgyhogy jövő nyáron már szerintem bőven fogjuk tudni tolni izomból az élő adásokat. Második kérdés, hogy lesz-e Anotalk vagy Cleverboot videó? Nem gondolom, ugyanis ez ilyen népbutító cucc, úgyhogy nem nagyon szeretnék ilyenekbe belemenni, de tényleg jó videókat lehet belőle készíteni, nem azt mondom, tehát Anfield meg ilyen féle videósok jól meg tudják csinálni. Én nem gondolom, hogy én ezekből minőségi tartalmat tudnék gyártani, úgyhogy én ezt kihagyom. Száz Csongor kérdezi, hogy szerintem bejut-e a videóton az Európa Ligába. Augusztus 4-e van, amikor felveszem ezt a videót. Ha jól tudom, akkor ma fognak játszani, nem tudom. Ez lesz a visszavágó Dániában. Esélyt nem látok rá, de bármi megtörténhet. Amikor ezt a videót nézitek, valószínű már kiderült a dolog. Én úgy gondolom, hogy nem fognak bejutni. Szerinted erősítés-e Halilovic a Hamburgnak? Mindenféleképpen egy minőségi játékosról beszélünk. Fiatal, nagyon tud fejlődni. Tehetséges játékos. Hamburg most jó középpályásokat igazolt. Például Halilovic, illetve Kostić személyében is. Meglátjuk, hogy mire lesznek képesek a srácok a következő szezonban. Én nagyon örülnék egy erős középmezőnynek, vagy akár egy 6.-7. helynek, hogy így megcsípjünk valami Európa Ligás szereplést. Sok esélyét nem látom ennek, de bármi megtörténhet. És akkor az utolsó kérdése, hogy ki nyeri a BL-t? Meglátjuk. Remélhetőleg amúgy a Real Madrid fogja megint behúzni 12-szerre. Na srácok, is ennyi lett volna ez a 10.000 feliratkozós kérdez felelek videó. Még egyszer nagyon-nagyon szépen meg szeretném nektek köszönni azt, hogy már ennyien vagyunk a csatornán és támogattok, és mindenféle dolog. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok, és követtek meg minden. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg ezt még nem tettétek volna meg. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban, szevasztok!